emtv.hu. Élmény és vélemény. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Van egy ilyen jelenet például, amikor Bill Paxton, ugye Fred Haste, a Holdcomb pilótát játszó színész, például az egyik jelenetben láthatóan ott éppen üríti a gyomrának a tartalmát, egy zacskóba a száján keresztül, és hát ez egy valós jelenet, tehát hogy konkrétan a színész az rosszul lett a forgatáskor, és minden, amit ott látunk szétlebegni, az mind-mind valós. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az emtv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Parallaxis 24. adása. Április 11-én startolt el 50 éve az Apollo 13, Ron Howard pedig 1995-ben ennek állított emléket a filmjével, és erről fogunk ma beszélgetni. Én pont most néztem meg, itt van a kezembe a Blu-ray, még meleg, most vettem ki a lejátszóból. Hát jó lett volna megnézni az extrákat is, de szerencsére itt van velem Ádám és Miklós, aki mindent tud erről a filmről. Szervusztok, srácok! Hello! Sziasztok! Én először a könyv verzióval találkoztam, és hát gondolom az létezett először, mert maga Jim Lovell követte el, és ha jól tudom, ebből készített a Ron Howard filmet. Miklós, mikor ez a könyv nagyjából? Jim Lovell 1994-ben írta a könyvet, ugye, tehát akkor adták ki először. Ugye akkor még az volt a könyvnek az eredeti címe, hogy Lost Moon, vagyis Elveszett Hold, ami természetesen az Apollo 13-ra utal, hiszen ugye, amint az közismert, ugye ők le akartak szállni a Holdra, de ez annyira nem jött össze. És hát ugye Jim Lovell nem csak erről a küldetésről ír a könyvében, hanem ez egy életrajzi mű. Nagyon érdekes, sem van ugye megoldva a könyv, mert hogy egyrészt párhuzamosan halad az Apollo 13 sztorival, kb. Minden második fejezet lineáris időrendben végig megy az Apollo 13 története, de a közbeszúrt egyéb fejezetek, azok meg Jim Lovell életének a különböző szakaszait veszik végig a gyerekkorától, az űrhajós kiválasztáson keresztül, korábbi űrrepüléseig, meg még a végén még az űrrepülés utáni életéről is valami szó esik a könyvben, tehát hogy itt minden benne van ebben a regényben, és marha jó. És valóban ezt aztán már Magyarországon Apollo 13 címen adták ki, hiszen Magyarországon a könyv az már a film 1995 novemberi bemutatója után jelent meg, vagy hát azzal kb. Egy időben, és akkor így jó kis árukapcsolás volt, és hát én is akkor kiskoromban láttam a filmet is, meg olvastam a könyvet is, és hát nagy élmények voltak. Én azt hiszem, hogy nekem annyira fontos volt mind a kettő, hogy ennek hatására kezdtem el tulajdonképpen az űrkutatással foglalkozni. Hát ennél többet nem is érhet el egy film. Tulajdonképpen itt van egy fiatal fizikus, és a film hatására került a pályára. Ádám, és nem is egyedülálló, azt még el kell, hogy mondjam, bocs, hogy éppen nemrég volt egy ilyen könyv, amit a fiatal űrkutatásban vagy környékén dolgozó emberekkel készült egy interjúkötet itt Magyarországon. A Magyar Asztronautikai Társaság csinálta, és most néztem végig, vagy velem is beszélgetett Trubka Zoltán. Tök érdekes, hogy kb. Legalább 10 embernél láttam azt, hogy a film hatására kezdett el a téma iránt érdeklődni, szóval itt abszolút nagy impaktja volt ennek a maga idejében, az tagadhatatlan. Hát nekem is úgy él ez a fejemben a 90-es évekből, hogy ez az űrhajós film, tehát ez az, amiben látjuk, hogy mi történik ott fönt, és részletesen be van mutatva. Ez egyébként Hollywoodnak egy
felelőssége is lenne, hiszen mi is sokszor bemondtuk itt a Parallaxisban, hogy az úgynevezett közvélemény az a kultúrán és a, hát mondjuk azt, hogy show businessen keresztül tud átélhetően és élményszerűen érintkezni a szakmai dolgokkal is, és ez valóban szerintem Ron Howardnak sikerült, hogy közérthető legyen, mindent bemutasson, és még izgalmas is legyen. Na de Ádám, te meg Miklós azért együtt voltatok nebulók, te mikor láttad először a filmet, Miklós ajánlotta-e neked, miután ő megtekintette? Erre pontosan nem emlékszem, hogy ez a része hogy volt, de arra igen, hogy én nem emlékszem, hogy moziba láttam volna, hogy VHS-en láttam, kalózkazettán természetesen, és azt tudom, hogy azt átmásoltam Miklósnak, úgyhogy nem tudom, talán ott a mozi után, te már akkor láttad Miklós moziba, ugye? Jól emlékszem, amikor... Igen, én először az apukámmal néztem meg moziban, 95. november 4-én, ugye erre azért emlékszem olyan pontosan, mert az a születésnapom, és előtte 2 nappal mutatták be a filmet, tehát ha jól emlékszem, akkoriban a mozipremierek csütörtökön voltak, ugye? Ez talán most is így van, és akkor április második, vagy november másodika lehetett a magyar bemutató, az valószínűleg csütörtök volt, és én 4-én szombaton megnéztem a filmet apukámmal, 1995-ben, és onnantól nem volt megállás, és akkor onnantól persze elkezdett nagyon érdekelni, és akkor jött érte, aki odaadtad. Először kétszer is odaadtad egyébként, mert először volt neked egy verziód, ami rosszabb minőségű volt, az lehet, hogy az valami kézikamerás volt, vagy én nem tudom, hogy csinálták ezt a 90-es években, és aztán lett neked egy jobb változatod, és akkor azt is odaadtad. És az, na mindegy, szóval hát mindenképpen tök jó volt. Kiderül, hogy itt 90-es években tiniként ilyen filmdíler voltam. Igen, már reméljük, elévült hát, ez már. Nem, ezt ingyen csinálta az Ádám, vagy hát, hogy ilyen értemben nem volt díler, az biztos. Nem, egy jó fej volt. Tehát én meg rongyosra néztem a filmet, persze, úgyhogy hát én még, talán még most is hosszabb részeket el tudnék mondani fejből a magyar szinkronos verzióból, annak dacára, hogy egyébként már az elmúlt 20 évben egyszer se láttam magyarul, angolul többször is, de egyébként megvettem a DVD-t néhány évvel ezelőtt, amihez volt mindenféle extra, például Ron Howardnak, a rendezőnek az audio kommentárja, illetve az eredeti űrhajós parancsnoknak, Jim Lovellnek az audio kommentárja, és a feleségének, Mary Lee Lovellnek az audio kommentárja, mind a ketten beszélgettek a filmről, és tök poén így végighallgatni. Visszautalva még egy korábbi témára, ez a inspiráció tekintetében azért, tök érdekes, mert ezen én is elgondolkodtam, már korábban, ugye, ha emlékeztek, akkor erről a filmről rövidebben beszéltünk egy toplistánkban, egy korábbi Parallaxis adásban, és már akkor is úgy a fejemben volt a gondolat, hogy habár engem sajnos nem inspirált annyira, hogy űrkutassak, és fizikus legyek, vagy mérnök, vagy ilyen számtanbeli ember, azért arra mindenképpen szerintem azért inspirált ez a film, ahogy Csabi, te mondtad, ez volt az űrhajós film, szerintem a mai napig ez az űrhajós film, hogy mondjuk ez a műsor legyen, vagy ennek a műsornak a korai rádió változatában a 2000-es években elkezdjek dolgozni, hogy érdeklődjek mondjuk az űrkutatás meg ezen témák iránt. Tehát szerintem azért attól függetlenül, hogy nagy volt az impaktja a későbbi fizikusok vagy kutatók között is, szerintem az átlag nézők, vagy az átlag emberek között is, akik később ugyan nem mentek ilyen területre, de meghatározó volt az érdeklődésük mondjuk bizonyos területeinek kialakulása tekintetében. Abszolút olyannyira, hogy ez az idézet, hogy Houston bajban, vagy Houston we've got a problem, vagy we've had a problem, ugye többféleként is elhangzik ez, az gyakorlatilag szállóige lett, és nem az 50 évvel ezelőtti repülés, hanem a 25 évvel ezelőtti film hatására, tehát olyannyira, hogy számtalan helyen előfordult az amerikai vagy angol közbeszédben. Tehát, hogy ez egy olyan, mint amit tudom én, hogy a Tanú című film hatására mondunk ilyeneket, hogy az élet nem habos torta, vagy mit tudom én még, ugye ez például az abban a filmben írták, tehát, hogy, de aztán ilyen általános szófordulatokká, közmondásokká, vagy szólásokkal, vagy mik ezek pontosan, szóval ilyenekké váltak. Hát a Houston We Have a Problem az abszolút ilyen, és nyilván, abszolút egyetértek, ez az űrhajós film, és
szerencse, mert ez egy jó űrhajós film, tehát nem csak, hogy mint film jó, hanem nagyon akkurátusan és jól bemutatja a technikai részleteket is majdnem teljesen jól. Nyilván van néhány ilyen, hogy mondják, artistic license itt-ott, amikor nem lehet minden pont úgy bemutatni egy két órás, vagy hát majdnem három órás amúgy a film, jól emlékszem, ugye, mert 175 perc a játékidő. Szóval, hogy nem lehet minden teljesen bemutatni, de amit bemutatnak, az azt kell, hogy mondjuk, hogy majdnem teljesen akkurátus, persze itt-ott bele lehet kötni, majd ha eléggé belemenős lesz ez a mai adás, akkor majd bele is fogok, de azért hát összességében ilyen jól eltalálva, meg ilyen hitelesen bemutatva, szerintem semmelyik más hollywoodi produkciónak nem sikerült ezt a nem csak magát a technikai részét, hanem az érzésvilágát is ennek a nagy probléma megoldó hangulatnak. És külön nagy piros pont egyébként, hogy a föld és a könyv nyomaiban haladva, ugye annak ellenére, hogy Jim Lovell írta a könyvet, ő egy regényt írt az Apollo 13-ból, és nem csak a saját élményeit írja le, hanem lényegében leírja azt, amit ő nem láthatott, mert az űrhajóban volt, de nagyon alaposan le van írva, hogy a Földön az irányítóközpontban ki, mit, mikor, hol, hogyan csinált, tehát ez egy nagy kutatás volt neki is, meg a szerzőtársának, Jeffrey Klugernek, akik együtt írták a regényt, tehát minden aspektuson végigmegy a könyv is, és a film is, tehát látjuk, hogy ezek nem egyéni teljesítmények voltak, hanem több ezer ember szervezett, és nagyon brutális éjt-nappal láttevő munkája, aminek eredményeképpen sikerült ezt a három embert a baleset után visszahozni a földre. Miklós, mintha a múltkori adásban említetted volna, hogy azok a jelenetek, amikor súlytalanság van, akkor tényleg súlytalanság volt. Hogy állították ezt elő, illetve mennyi idejük volt a színészeknek eljátszani ezeket a konkrét történéseket, amikor azt látjuk, hogy ott néha-néha még a falakról is visszapattannak ők maguk is, meg a tárgyak is. Igen, hát ebben a film történelemben ez mindenképpen az egyik első, és lehet, hogy az egyetlen eset azóta is, amikor ténylegesen súlytalanságban forgattak a film egyes részeit. A valósághoz hozzátartozik, hogy nem minden űrhajóbeli jelenetet, hanem három díszletet építettek Ron Howardék. Az egyik, abban egyszerűen gravitáció volt. Például a Holdcomban vannak olyan, mármint hogy semmi extra, hanem az űrhajósok mondjuk fekszenek egy széken, akkor ahhoz nem kell ugye semmi extra, volt ilyen díszlet, amikor mondjuk a székben szíjazva beszélgetnek egymással, ugye vannak ilyen jelenetek, akkor ugye ahhoz nem kell a súlytalanság. Volt egy másik, ahol ilyen pneumatikus eszközökkel, az klasszikus módon, ahogy egyébként a 2001 űrod visszaja óta, tehát 1968 óta csinálják a filmiparban a súlytalanság bemutatását, ugye hevederekkel, meg ilyen tényleg ilyen pneumatikus ilyen izékkel, hogy mondják ezt? Te vagy itt a vérnök, Csaba, tehát ilyen mozgató darukkal tulajdonképpen mozgatják az embereket, meg tologatják jobbra-balra ilyen kerekes székszerűségeken, ugye ilyen is volt, és a harmadik díszlet, az pedig a NASA-nak a KC-135-ös repülőgépén rendezték be, amit konkrétan arra használnak, hogy az űrhajósoknak a súlytalanságot megtanítsák, illetve az űrhajósok és a felszereléseiket hozzászoktassák a súlytalansághoz, és ez a parabola repülésen történik. Én is voltam amúgy parabola repülésen, úgyhogy erről speciál elég sokat tudok mesélni. Ugye ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen átalakított utasszállító méretű repülőgép, aminek a belsejéből ugye ki vannak szedve a székek, és helyette ilyen, mit tudom én, ilyen matracokkal vannak a falak így bevonva. Van egy szakasz, amikor a repülőgép, azért hívják parabola repülésnek, mert a repülő egy parabolikus pályaívet ír le, ami egy szabad esési röppálya, tehát tulajdonképpen egy ferde hajítást végeznek a repülőgéppel, és miközben a szabad esési szakasz van, akkor ugye szabad esés, tehát súlytalanság áll elő a fedélzeten. De természetesen aztán a repülőgépet gyorsan föl kell húzni, mert különben ez egy zuhanás, ugye? Tehát ez egy zuhanó repülés lényegében. Ez azt jelenti, hogy hát nem akarunk becsapódni természetesen, úgyhogy azért aztán a pilóta felhúzza még időben, hogy ne legyen túl nagy a kormányerő, hogy ne szakadjon le a szárny, és akkor emiatt ez egy nagyjából 20-23 másodpercnyi ablakokat tesz lehetővé. Tehát egy ilyen parabola repülésen lehet akár 50 ilyen parabolát csinálni egy repülésen, tehát egy ilyen repülés az sokáig tart, órákon keresztül, de egy ilyen súlytalansági ablak az 20,
21 néhány másodperc, ugye ez azt jelenti, hogy a filmben is azokat a snitteket, amiben mondjuk az űrhajósok bukfenceznek a súlytalanságban, meg ahogy mondod, hogy visszapattannak a falra, meg én nem tudom, micsoda van, rengeteg ilyen jelenet van a filmben, azoknak a felvételére valóban ilyen 20 másodperces snittek voltak. És természetesen ők valóban nagyon pontosan megépítettek az Apollo űrhajónak a replikáit, olyannyira, hogy Jim Lovell egyébként végig arról áradozik a nekem meglévő audio kommentár sávban, hogy mennyire akkurátus, teljesen megkülönböztethetetlen, ahogy az űrhajó kinéz az eredetitől, és hát ezt ugye megépítették három példányban, az egyiket így beszerelték egy ilyen repülőgépbe, de hát azért egy ilyen űrkabin az pici, tehát aki látott már űrkabint, az tudhatja, aki meg nem, az is el tudja képzelni, hogy azért ebben nem lehet egy teljes stábot beletenni. Tehát egy ilyen Apollo kabin az akkora, mint egy mikrobusznak a belső tere, a Hold Control pedig a filmben is elhangzik, hogy a belseje akkora, mint kettő összetolt telefonfülke, tehát ez azt jelenti, hogy azért itt ezt ügyesen kellett megoldani, ilyen leszedhető oldalai voltak a díszletnek, hogy a kamera van is beférjen, meg minden, tehát óriási poén. Van egy ilyen jelenet például, amikor Bill Paxton, ugye Fred Hayes-t, a Holdcomb pilótát játszó színész, például az egyik jelenetben láthatóan ott éppen émelyeg, és konkrétan egy zacskóba hányik az ikesége, nem tudom, szóval, hogy éppen üríti a gyomrának a tartalmát, egy zacskóba a száján keresztül, és hát az egy valós jelenet, tehát, hogy konkrétan a színész az rosszul lett a forgatáskor, és minden, amit ott látunk szétlebegni, az mind-mind valós. És egy impro volt, amit erre Tom Hanks reagál, hogy Frank Borman az Apollo 8-on végig okálta a Hold felé vezető utat, ugye ez elhangzik, az állítás igaz, mert a Frank Borman az Apollo 8-on tényleg rosszul volt, és akkor Tom Hanks benyögte ezt. És ez azért tudta beimprózni ezt a mondatot, mert amúgy Tom Hanks maga is egy óriási nagy űrfan. Tehát ő is nagy Apollo fan volt gyerekkora óta, úgyhogy tudott ilyen infókat, amiket ott itt ott el tudott sütni a filmbe. Egészen meg is vagyok lepődve, hogy Tom Hanks még nem kapott műsort a National Geographicon, hogy ő is utazzon a képzelet űrhajóján. Abszolút. Hittem, azt mondod, Miklós, majd, hogy maga Fred Hayes, aki a valóságban is rosszul lett, mert ha jól tudom, akkor csak a Jim Lovell volt az, aki visszatérő volt az űrbe, tehát ő neki ez volt a negyedik küldetése. A Jack Swigert, illetve Fred Hayes talán először jártak odafenn? Így van. Tehát akár meg is történhetett volna ez. Hát igaz is, tehát megtörtént, tehát az űrhajósoknak a kettő harmada az rosszul van a súlytalanság első napjaiban, úgyhogy nagyon valószínűleg úgy, hogy tényleg megtörtént ilyesmi, tehát egy háromtagú Apollo csapatból, hogy ketten rosszul lesznek, az teljesen standard. Egyébként nemrég volt erről a múlt heti Szokol ébresztőben, pont erről beszéltem, az űrrepülésnek, a rövid és hosszú távú űrrepülés orvostani problémái, hát ez bizony megvan, és ez abszolút a parabola repülésen is jelentkezik, tehát emlékszem, hogy amikor én voltam parabola repülésen, akkor is az volt, hogy előtte kaptunk ilyen gyógyszert, pontosan emiatt, hogy ez a mozgásbetegség ez ne jelentkezzen. Ez ugye mindenkinél jelentkezik majdnem súlytalanságot, csak van, aki jól reagál, van, aki kevésbé, de maga az alapprobléma, hogy az egyensúlyi szervünk a fülünkben nem tudja, hogy merre van a lefelé, mert nincs, és össze-vissza lebeg az a zsák, aminek irányzékként kéne szolgálnia a fülünkben, és az agyunk teljesen összezavarodik, ez mindenkinél megvan, persze nem mindenki dobja ki a tacsot, de a parabola repülésen is osztottak ilyen tablettákat, és hát be is vettük. Na most igen, hát úgy látszik az Apollo 13 forgatásán nem, de ez mindenképp egy ilyen elsőség, és én szerintem azóta sem nagyon csináltak ilyet, és ez tök jó volt, hogy ráadásul tényleg a NASA bocsájtotta rendelkezésükre ezt a kapacitást, ezt a parabola repülést végrehajthat. Ez egy külön ízt ad a dolognak. És valóban egyébként a legénység, Jim Lovell az ugye a legnagyobb veterán volt akkoriban, de az Apollo 13 volt a harmadik holdat célzó küldetés, és az első olyan ezek közül a holdra leszálló küldetések közül, amikor a három űrhajós közül kettő újonc volt, ez korábban nem fordult elő, se az Apollo 11-en, se az Apollo 12-n, itt viszont igen, ugye ők korábban, majdnem ebben a felállásban éppen a Neil Armstrongék tartalékaként készültek az Apollo 11-re. Aztán ők lettek volna az Apollo 14 legénysége, de nem ebben a felállásban, hanem úgy, hogy Jim Lovell, Fred Hayes és Ken Mattingly. Aztán végül a film nagyon jól bemutatja, hogy volt egy legénység csere, úgyhogy az Apollo 14-re szánt legénység előjelre jött az Apollo 13-ra, ez is benne van a filmben szépen, és aztán utána
néhány nappal a start előtt pedig ugye kiderült, hogy az egyik tartalék az rubeolás beteg, ami azt jelenti, hogy ugye azt, aki egyszer azon a betegségen átesett, az úgy oké, de ugye Ken Mattingly, az eredeti parancsnoki egység pilóta, ő nem volt immunis, ezért néhány nappal, kettő nappal a start előtt, vagyis hát négy nappal valójában a film az kettő napnak mutatja, de nagyjából ilyen egy-két nappal a start előtt lecserélték a legénységnek az egyik tagját, és Jack Swigert így került be a csapatba. Úgyhogy igen, valóban újoncok voltak, egyébként Ken Mattingly maga is újonc lett volna. Szerintem érdemes megjegyezni azt is, amit abban az előző adásban te is kiemeltél, hogy a díszletet mennyire pontosan összerakták, és most a műsorra készülve én is néztem régi televíziós híradó riportokat Cronkite-tal és a többiekkel azokban a napokban, és ott többször bevágják az irányítóközpontot, és hát fantasztikus munkát végeztek a díszletesek, mert remekül gyakorlatilag tényleg ugyanazt az irányítóközpontot láthatjuk a filmben, mint amit ami a valóságban is használtak. Így van, és a NASA felajánlotta nekik, hogy forgassanak az eredeti irányítóközpontban, de az akkor már nem nézett ki pontosan úgy, mint az Apollo korszakban, ezért Ron Howardék valóban Kaliforniában felépítették az egészet újra. És ezért aztán teljesen korhű, és éppen idén, vagyis tavaly, 2019-ben viszont a Houstoni irányítóközpontot is valóban restaurálták, úgyhogy most az már megint úgy néz ki, mint az Apollo időkben. De a filmet nem az eredeti helyszínen forgatták, hanem egy még annál is realisztikusabb helyszínen, amit ők építettek meg, így van. Itt az újonc meg a tapasztalt parancsnokokhoz kapcsolódóan, ha jól tudom, akkor Dick Slayton volt a személyzeti felelős, hogy ki mikor repül, és mintha neki lett volna egy ilyen rotációja, hogy legyen egy tapasztaltabb ember, és mellé kerüljenek újoncok, aztán azok, akik fönt vannak, azok között teljen el egy küldetés, és utána mehessenek fel megint, tehát a Gemini program óta volt egy ilyen bejáratott rotáció ennek az ügynek. Így van, ez a repülsz, kettőt kihagysz, tartalék vagy, kettőt kihagysz, repülsz. Ugye így néz ki a rotáció, és így volt az, hogy az Apollo 11 tartalék legénysége lett volna az Apollo 14-re kijelölve. Pont a Dick Slayton féle rotáció miatt, ugye, mert hogy tartalékokoltak, kettőt kihagytak, repültek volna, és csak ugye itt aztán a filmben is emlegetett El Shepard, akiről nemrég volt cikkünk a Parallaxis blogon, ugye az ő fül problémái miatt még a vezetőség nem volt kellőképpen meggyőzve, hogy ő az Apollo 13 parancsnoki teendőit el tudja látni, ezért az Apollo 13 és a 14 legénységét kicserélték. Ugye így már utólag látjuk, hogy ezzel a 14-esek nagyon jól jártak. De hát ugye Jim Lovellék persze örültek, hogy előbb mehetnek föl, de hát aztán ugye ők meg így jártak, ahogy... Jól jártak? Tehát nekem mindig, amikor nézem ezt a filmet, akkor mindig megfogalmazódik bennem az a gondolat, hogy gyakorlatilag az, hogy ennyire szerencsés kimenetelő volt ez a tragikus baleset, viszont ugye mindenki túlélte, ez nagyban köszönhető annak, hogy így alakult, hogy pont ők voltak fönn, és pont az maradt lent, akinek lent kellett maradnia. Tehát én nem kétlem, hogy más űrhajósok is ki voltak képezve, bár ugye gyakorlatilag nem voltak kiképezve erre, mert olyan problémákkal álltak szemben, amivel még korábban nem, de hogy jó űrhajósok voltak, mégis ez a legénység volt az, és a Földön maradtak, és az irányításban résztvevők, és úgy az egész, akiknek, tudjátok, mint az ilyen párhuzamos világokban, hogy végtelen számú lehetőség van, de ez az egy, ez úgy pacek volt, hogy ezt meg tudták oldani, és szerencsésen visszahozták a Földre az űrhajósokat. Ezt én abszolút én gondolom, mert nagyon jó ötlet, nekem is nagyon sokszor eszembe jutott, hogyha az Ellen Shepardék legénysége lett volna a felélzeten, akkor vajon ők például ezt a rengeteg improt, amihez nagyon mélyen kellett ismerni a dolgokat, ezt meg tudták volna csinálni. Például, amit a film is bemutat, azt a nagyon hosszú-hosszú műveleti sorrendet, amit teljesen ki kell dolgozni, hogy a teljesen másmilyen módon tervezett repülés helyett egy új műveleti sorrendet bevinni a fedélzeti számítógépbe, meg visszakapcsolni azt az űrhajót, amit egyébként több napra lekapcsoltak, ami teljesen példátlan volt az űrprogramban, hogy nem volt áram alatt egy űrhajó, és azt újra föl kellett éleszteni a Földhöz közeledve.
ugye itt aztán minden gramjára szükség volt az űrhajósok tapasztalatára, és Jim Lovell az oké, hogy már korábban volt fent az űrben sokszor, ugye konkrétan 3-szor volt korábban, ez volt a 4. repülése, tehát önmagában az egyik legtapasztaltabb űrhajós volt, és a legtöbb, ő töltötte fent korábban a legtöbb időt az űrben, az világon összesen annak idején. De viszont Jack Swigert meg Fred Hayes is, hát ők kezdetektől fogva részt vettek az űrhajó fejlesztésében. Gyakorlatilag Jack Swigertnél jobban nagyon kevesen ismerték ezt az űreszközt. Úgyhogy igen, itt abszolút egyet tudok érteni ezzel a gondolatoddal. Volt egy anyagismeret professzorom, aki mindig azt mondta, hogy a jazzzenészek az improvizációra készülnek a legtöbbet, és én mindig ezt éreztem, amikor láttam ezt a Apollo 13-at, abszolút a Miklós szavainál jobban nem is tudom kifejezni, hogy a legénység az mennyire a toppon van akkor is, amikor nincsen előre lefektetve, hogy ebben a helyzetben ugye milyen lépések fognak következni. Talán van is egy olyan párbeszéd, hogy kicsit összevesznek, és a Swigertnek a szemére veti Jim Lovell, hogy előttünk van még nem tudom, 1000 lépést, és te a 800-at mondod, közben nekünk még a következőkre is oda kell figyelnünk, hogy egyáltalán életben maradjunk addig, amíg a Földnek a légköréhez visszaérünk. Tehát ezt nagyon jól átadja a film, és abszolút átjön az a, hát több mint 2 órán át tartó bizonytalanság, illetve az az érzés, hogy itt nagyon oda kell figyelni. Azon túl, hogy ugye látjuk, hogy mi történik az űrben, és mondta Miklós, hogy a Jim Lovell egy nagyobb léptékű, egy saját életrajzot írt a könyvben, azért nem maradhat el természetesen az űrhajós drámáknak az a része sem, amikor az aggódó feleségeket látjuk meg. Ezt az egész élethelyzetet, gyakorlatilag egy hőskorszakot látunk ezekben a filmekben, és az Apollo 13-ban is, és ennek a hőskorszaknak talán az alkonya már, mert itt megpedzegeti a maga a film is több helyen, hogy hát kétkednek az adófizetők, hogy kell-e ez nekünk, nem adja már le a tévé, egyik csatorna sem veszi át az élő közvetítést, és szépen lassan azután be is fejeződik ez az egész. Ha jól tudom, akkor Apollo 17 volt az utolsó ilyen küldetés. Maga a filmnek a bemutatója során talán már ez az űrsiklózásos korszak volt az aktívabb, de mint oly sok minden mellett erre is jutott idő. Ez a régebbi filmeknek az egyik sajátossága, hogy hát lehet, hogy mi vagyunk öregek, és ilyen kicsit nosztalgikus érzés fog el minket, hogy hát azokban a filmekben még úgy valahogy kerekebbnek érezzük az egész mondani valót, de hogy úgy ez is helyet kapott, hogy ez a dolog, amit látunk, ez masszív történelem, tehát ez úgy múlt el, ahogy van, és ezek az űrhajósok, akiket látunk, ezek talán a 20. század legmenőbb figurái. Most hirtelen nem tudok elképzelni menőbbet, mint ezeket a korvettel járkálgató ilyen szimulációról szimulációra esőkelő, de mindig tudják, hogy mit csináljanak típusú figurákat. Abszolút, ez tökre így van, és egyébként én amikor láttam annak idején a filmet 95-ben, akkor nem tudtam, hogy ez a korszak mennyire van elmúlva. Szóval én nekem az volt a lelkesítő, hogy én gondoltam, hogy mostanság is ugyanilyenek az űrhajósok, meg ugyanez a hangulat van. Aztán most már valószínűleg úgy látom, hogy nem, ez, de gyerekként 11 évesen ez még nem volt triviális, úgyhogy ez jó, mert így elkezdett érdekelni ez az egész, és aztán utóbb kiderült, hogy ez a fajta hangulat, ami annyira vonzó volt, ez valószínűleg már tényleg elmúlt, és sose lesz ugyanolyan, nem lesz senki más életében, nem lesz egy másik Apollo, ahogy ezt nagyon jól megfogalmazta az Apollo program egyik igazgatója, George Lowe, az Apollo 17 leszállása után, ahogy jól mondtad, az volt az utolsó holdra szállás. Nagyon-nagyon ritka az ilyen, amikor a politikai meg a tudományos akarat ennyire, meg a források azok így egyszerre rendelkezésre állnak egy ilyen cél megvalósításához. Ezt valószínűleg nem nagyon tudunk több ilyet az emberiség történetéből mondani valóban.
nekem például nagyon tetszettek a filmben azok a momentumok, amik bemutatták a valóságot, mint például, de Javicski Miklósra rosszul emlékszem, ugye Marilyn Lowell-nek a gyűrűje, mikor beesik a zuhany, vagy mosdó, kagylóba, vagy hova. Ezek, amik a valóságban is megtörténtek, és gyakorlatilag a neonfény is ki volt írva, hogy az égre, hogy probléma lesz, és... Vagy az autója lefullad. Nagyon jó. Kezdtek el arra a jelenetre, amikor lefullad a Lowell autója, és mondja, hogy már többször előfordult. Szóval, hogy így nem tudom, most például az autóról nem tudom, hogy az most megtörtént-e, vagy csak egy filmes dolog, de minden esetre valójában is történik. Tehát szerintem ez azért szép ez a történet, és azért patent ez az egész, nem csak a nosztalgia miatt, meg nem csak azért, mert ekkor az űrhajósok még tényleg úgymond klasszikus értelembe vett hősök és nemzeti vagy emberi hősök voltak, vagy az emberiség hősei voltak, hanem ezt az élet írta meg. Gyakorlatilag egy olyan filmet láttunk, ami egy dokumentumfilm a valóságról, persze nyilván filmes eszközökkel, mert mondjuk többször például a filmben, de mondom, Javicski Miklós, ha nincs ilyen, a pályagörbéjük, hogy megváltozott-e az például, sokszor vagy többször úgy mondták, hogy nem, rögtön rávágták. Hát szerintem egy pályagörbét az kell egy kis idő, hogy lássák például, hogy megváltozott. Tehát nyilvánvaló, mint a helyszínelőkben, ahol egy DNS vizsgálat, egy snitt alatt megvan, és a valóságban azért nem. Ugyanígy persze trükközött a film is, mert hát ez egy film, de valójában a valóságot láttuk. Igen. Úgy, hogy azt a lehető legjobban, tehát Ron Howard valami fantasztikusan, és a színészek valami fantasztikusan átadták azt a közönségnek, hogy te otthon ugyanúgy századszorra is, 2020-ban is végigizgulod a filmet, a kilövést, a tragédiát magát, a robbanást, mintha nem tudnád, hogy mi történik, pedig tudod, hogy a Titanic úgyis a jéghegynek ütközik, tehát mégis hatással tud lenni rád a film, mert a valóságot látod. Abszolút. És jó, hogy a Titanicot mondod, mert egyébként mind a kettőhöz ugye James Horner szolgáltatja a talpalávalót, a zenei aláfestést. Ugye, igen. A látszik, hogy a készítők is mennyire szeretik a témát. Ez átsüt az egészből, olyan alapos az egész. És valóban egyébként vannak például ez a jelenet, amit mondtál, hogy a start előtt, amikor Marilyn Lowell zuhanyzik és beesik a jeggyűrűje a lefolyóba, ugye mondja is Marilyn Lowell az audio kommentárba, tehát a űrhajós parancsnok felesége, Marilyn Lowell mondja, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez tényleg csak a hollywoodi forgatókönyv miatt írták bele, mert ez tipikusan olyan jelenet, de hogy ez konkrétan így megtörtént, ahogy van, ez konkrétan így megtörtént. Aztán persze a történetmesélés miatt vannak ilyen gyorsító, meg egyszerűsítő dolgok, például, mit tudom én, igazából egy csapatnyi ember sokasága dolgozott azon például, hogy a visszatérési műveleti sorrendet megcsinálják. Itt több karaktert egybe gyúrnak ilyenkor, például Ken Mattingly ott nyüglődik a szimulátorban egy John nevű fickóval, mint hogyha ketten raknák össze ezt a műveleti sorrendet. Valójában kb. 20-an dolgoztak ezen a problémán, vagy mindig Gene Kranzet látjuk Ed Harris fantasztikus alakításában, mintha ő lenne az egyetlen főrepülés irányító, holott közben voltak négyen. Szóval persze vannak ilyenek, amik az egyszerűsítés szempontjából bizony ezért van, be kell a lenni. A pályagörbe A pályagörbe az érdekes, mert valójában folyamatosan jönnek adatok. Most az, hogy a pályagörbe módosul valaminek a hatására, azt nyilván az csak mit tudom én, 10 perccel vagy fél órával később lehet megmondani. Nyilván minél pontosabban akarod megmondani, annál tovább kell várni. Ugye? Tehát ez nyilván az a fajta dolog, amikor csináltak egy pályamódosítást, és utána azonnal megmondják, hogy most jó pályán vagytok-e vagy sem. Persze, minél pontosabb értéket akarsz mondani, annál tovább kell várni, de rögtön a fontos dolgot azt kb. Rögtön lehet mérni, tehát itt sem annyira rossz a film, mert egyébként abból, hogy a rádió jelek, amik jönnek az űrhajóból, annak mekkora a Doppler eltolódása, azzal nagyon jól ki lehet mérni, hogy a sebesség egy pályamódosítás hatására mennyit változott meg, és az kb. Azonnal látszik, de természetesen, ami az irányt illeti, ott azért nyilván, hogy csak később derülnek ki a kis turpisságok. De a látóirányba eső sebességváltozást, azt jól lehet. Pedig 2 km/másodperces sebességgel haladnak. Tehát, hogy óriási sebesség.
elhangzik. Igen, igen, egyébként az Apollo űrhajók azok azt csinálták, hogy amikor a Földtől elindulnak a Hold felé, akkor ugye kb. 11 km per másodpercnél is gyorsabban kell menniük, de aztán amikor a Föld-Hold távolságnak arra a pontjára eljutnak, ami nagyjából az útnak olyan, mit tudom én, kétharmadánál vagy azon is túl van, amikor kb. A Föld az visszafele húzza az űrhajót, de a Hold az még nem kezd el magához húzni, akkor van egy pont, amikor igazából egészen lelassul, tényleg csak idézőjelben csak néhány kilométer per másodperccel cambog, úgymond az űrhajó, és aztán megint felgyorsul, amikor közelednek a Hold felé, de mindegyik sebesség az olyan, hogy az számunkra így földi léptékkel értelmezhetetlen. És az viszont elképesztően meg van csinálva ebbe a filmbe az a feszültség, hogy a pályamódosításokon, hogy érezzük, hogy mennyi minden múlik rajta, hogyha ez nem sikerül, akkor nem találják el a Földet. És akkor jól be van vágva a TV közvetítés, ahol mondja a riporter, hogy olyan pontosan kell célba érni, hogy ha ez a, mit tudom én, ez a kosárlabda lenne a Föld, és ez a szivacslabda lenne a Hold, és egymástól, mit tudom én, 4 méter távolságra lennének, akkor olyan pontosan kéne célba érni, amilyen vékony ez a papírlap. És ezek is annyira jól be vannak szúrva. Ezek részben újra felvett, részben eredeti korabeli tévéadások, de több profi az egész. És a Han Solo még amiatt aggódott, hogy eltalálnak egy bolygót térváltás közben, pedig azt külön ki kell számolni, hogy egy bolygónak ütközzön az ember adott esetben. Na de, mik azok a problémák, amik itt felmerültek, ugye? Egyrészt, amin a földi irányítás is dolgozik, itt a Ken Mattinglinek a bemutatásával tárja elénk a film. Ugye az áram probléma, hogy hogyan kapcsoljuk le a dolgokat, illetve a megérkezésnél a bekapcsolási ütemtervnek a kidolgozása, illetve menet közben van egy CO2 probléma, amit egy ilyen nagyon rögtönzött szűrőnek az összeberhelésével sikerül megoldani. Erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy annak mennyi a valóság alapja, és azt hogyan jelenítették, vagy mennyire valóságosan jelenítették meg itt. A 100%, az teljesen úgy van, és még úgy is néz ki, amit létrehoztak. Ez így történt. Ez az egyik kedvenc részem, amikor összerakják a széndioxid szűrőt, és persze azt a Földön előtte kipróbálták egy szimulátorból egy kamrába, tehát a filmben nyilván ez is kicsit gyorsítva van, bár ugye nem tudjuk, hogy a jelenek snittek között mennyi lépést telik el. Nyilván, amikor nézi az ember, az kb. Úgy tűnik, mintha 1-2 óra alatt összevarmoltak volna valamit a földi technikusok. Hát valójában ezen azért dolgoztak 1-2 napot, mert ezt így lehetett látni előre, hogy ez a probléma be fog következni. Ezért volt egyébként zseniális a csapat, mert ez olyan, mint a sakk nyilván, hogy azért jó pár lépéssel előre kell gondolkozni. Tehát már abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy a legénységnek át kell költözni a Holdcomba, és ott kell átvészelniük ezt a maradék néhány napot, amit ugye nem erre terveztek, akkor is már volt, aki azonnal tudta, hogy aha, akkor lesz ez a probléma, hogy másmilyenek a széndioxid szűrők az egyik űrhajóban, mint a másikban, és a Holdcompot meg csak 2 napnyi használatra tervezték 2 embernek, tehát ott kevesebb a szűrő, és akkor elkezdtek dolgozni ezen a problémán azonnal. A filmben úgy néz ki, hogy az orvos szól, hogy magas a széndioxid szintjük, és akkor Gene Kranznek, a repülés irányítónak, Ed Harrisnek eszébe jut, hogy hát igen, akkor ezt össze kéne szerelni most valamit. Valóságban nagyon profin meg volt ez szervezve, és ha ez a profizmus nem lett volna, akkor és nem dolgozott volna párhuzamosan ezernyi ember ezeken a problémákon, akkor persze esélytelen lett volna ezt így időben összehozni. De az, hogy miből, zokniból, röpterfedélből, ragasztócsikkal hogyan rakták össze ezt a kis konvertert, és hogy olvasták föl répésről lépésről az űrhajósoknak, az tökéletes. Először talán azt gondolják a szivárgás kitörése után közvetlenül, hogy talán egy mikrometeorit találta el a kompot, és próbálják lezárni az átjárót. Ha jól tudom, ez tényleg így történt, hogy nem sikerült azt ott teljesen megoldani, és aztán rá is jöttek, hogy szerencsére nem ez a probléma, mert akkor már amúgy is kampó lenne az egész. De én mindig azon gondolkodok ilyen űrutazásoknál, hogy mekkora a statisztikai esélye, hogy az ember találkozik egy mikrometeorittal vajon, és akkor kész vége.
Kész vége, de nem kimutatható. Tehát ugye a föld körüli pályán az más a helyzet, hogy ottan a, tele van, főleg mostanság, ugye 1970-ben még biztos ez is máshogy volt. Föld körüli pályán egy űrszeméttel találkozni, annak sokkal nagyobb az esélye, mint egy mikrometeorit találatnak. Tehát nem tudok olyan kicsi számot mondani, ami ezt mérhetővé tenné, vagy felfoghatóvá. Tehát erre nincs szám, azt hiszem, a mikrometeorit találatra. Ez tényleg annyira kicsi valószínűségű esemény, hogy egy... Akkor megnyugodtam. Igen, ebből megnyugodhatsz, de a föld körüli pályán közlekedésnél ez nagyon is valós esély, és a nemzetközi űrállomás pályáját rendszeresen módosítgatják amiatt, mert kisebb-nagyobb űrszemét darabok keringenek, és keresztezik a pályáját, és van, amikor nem tudnak időben, nem derítik föl időben, és akkor bizony előfordul, hogy akkor úgymond evakuálni kell a nemzetközi űrállomást, ami azt jelenti, hogy mindenki bebújik a Szojuz űrhajóba, amíg el nem múlik a veszélyes közelség, mert van, hogy nem fedezik fel az űrszemét darabot elég korán ahhoz, hogy időben tudják módosítani a pályát, szóval manapság vannak ilyen parák ezzel kapcsolatban. Ami egyébként meg nagyon érdekes, amikor mondtad, hogy mire gondoltak az űrhajósok, hogy mi történt, és akkor Jim Lovell ezt sokszor elmondta, meg írja is a könyvében, hogy az még egészen hihetetlen ősi ösztön volt, ami tök hülyeségnek tűnik, amikor az űrben keringesz a Hold és a Föld között félúton, vagy meg annál is tovább, 200 nem tudom hány ezer kilométerre a Földtől, amikor egyszerűen csak volt ez a baj, és Jim Lovell mit csinált? Kinézett az ablakon. Ez miért? Tehát érted, a nagy sötétség. És akkor észrevette, hogy valóban szökik az oxigén, áramlik kifele az űrhajóból. És akkor onnantól már mindenki tudhatta, hogy nem az van, hogy itt egy műszerhiba van, hanem itt konkrétan valami nagy gebasz van, mert annyi probléma volt egyszerre, hogy egyszerűen a földi irányítás az első percekben még a tagadás fázisában volt, nyilván ez nem lehet, hogy ennyi minden egyszerre dögöljön be. Tehát ez olyan, mint hogyha mennél egy autóval, és akkor hirtelen elromlana az autórádiód, meg leeresztene az egyik kerék, meg mit tudom én, nem fogna a fék, tehát és ez mind így egyszerre történik, ez kicsit olyan, mint egy rossz szimuláció, és akkor persze gondolhatták jogosan, hogy valami műszerhiba volt. És akkor Jim Lovell kinézett az ablakon, és látta, hogy valamit szivárogtatunk az űrbe. Igen, ha fölrobban a kocsid eleje, akkor egyszerre kitúrlan a kerék, meg az autórádió, tehát igen. Így van, és tényleg ez történt, mint kiderült. De hát azért nem csoda, hogy azért az elején még kételkedtek a földi irányítók, hogy ilyen nincs. Az Apollo 12-nél volt hasonló novemberben, amikor az indítás során belecsapott a rakétába egy villám. És akkor hirtelen minden műszer azt írta ki, hogy minden szar, és értelmezhetetlen adatok, és akkor az tényleg egy műszerhiba volt, és egy reset gombot meg kellett nyomni, és akkor helyreállt a rendszer. Tehát az volt egy ilyen dolog, hogy de hál' Istennek akkor minden oké volt, csak annyi történt, hogy a számítógépnek az agyát egy kicsit felborzolta az a villámcsapás. Hát az Apollo 13-nál persze nem ez volt, hanem egy valós katasztrófa ütött be. Én azokat a jeleneteket imádom, amikor dokkolás történik. Emlékeztek a Szaljut hetet, amikor néztük, abban is volt egy intenzív jelenet sor, amikor próbálták még szimulátorban végrehajtani a dokkolást. Ott mondjuk nehezebb volt a helyzet, mert ha jól emlékszem, ott pörgött az egység a föld körül, mint az állat, aztán ott az, már arra sem emlékszem, hogy az mennyire volt eltúlozva, de valahogy ezek a jelenetek olyan természetes módon hatnak rám, és egyből bevonzák a figyelmemet, és szerintem ez ki is figurázza az elején a rendező, mert egy ilyen obszén hasonlattal, egy ilyen sörös üveggel próbálja ott, nem is tudom kinek magyarázni, egy hölgynek. Kevin Bacon, egy Tracy nevű random hölgynek. Ki belecsöppen a űrhajósoknak a világába. Képzeld, milyen érzés, amikor az ide belecsusszan, minden a helyére pattan. Ja, igen, hát a dokkolás az nagy mutatvány, ez biztos, és egyébként egy kicsit túl van dramatizálva egy kicsit ez a dolog a filmben. Ugye többször is látunk dokkolást, először a szimulátorban látunk egy dokkolást, akkor még ugye Jerry Sinise, vagyis Ken Mattingly csinálja, és aztán a valóságban Jack Swigert, vagyis Kevin Bacon, és ott akkor az a mondat, hogy hogyha Swigert nem dokkol, akkor ugrott a Hold, tehát vannak ilyen izék, ilyen feszültségfokozó valamik, hogy hát az újonc Swigert, aki két napja csöppent bele
a legénységbe, és amúgy egy nagy világfi, és csajozik össze-vissza, és aglegény, és rég volt szimulátorban, és most rajta múlik a küldetés sorsa. És ehhez képest persze a valóság az, hogy a Zweigert valami miatt, aki tök jó pilóta volt, ugye, mint mondta, de ő nem tudott volna dokkolni, akkor Jim Lovell is, meg Fred Hayes is ki volt kétezve arra, hogy dokkolják az űrhajót, de hát természetesen a Hollywood. Kellene meg... ilyen. így van, tehát azért a film az úgy készült, mintha te nem tudnád, hogy mi fog történni, tehát klasszikus hollywoodi filmként készült, és ha így tekintünk a filmre, akkor ezek egy ilyen kis lámpák, hogy a fellövés stressze, jó, akkor már túl vagyunk ezen, már akkor minden rendben lesz, akkor a dokkolás, túl vagyunk már, minden rendben lesz. Meg volt a bejelentkezés, a tévés bejelentkezés, ugye, amit aztán nem vettek át a tévécsatornák, de ugye meg volt, minden rendben lesz. És akkor történik a baj. Igen, és amikor mondja is Jim Lovell a felbocsátás közben, amikor a második fokozatnak, ez is valós történet, tehát ez nem Hollywood, hogy az 5 hajtómű közül az egyik az bekrepált a start közben, de szerencsére pont a középső, a Saturn 5 második fokozatának 5 hajtóműve van úgy elhelyezve, mint a dobókockán az 5-ös, és ugye a középső az kihagyott, szerencsére pont a középső, ezért ugye tovább tudott menni a rakéta anélkül, hogy az iránya változott volna, mert az egyik szélső esik ki, akkor az iránya is változik, és az baj, így viszont a maradék 4 hajtóműnek a tovább üzemeltetésével kompenzálta automatikusan a rendszer azt a kiesést, amit az okozott, hogy az egyik hajtómű bekrepett, és akkor mondja is Jim Lovell, és Tom Hanks is mondja, és ez mind elhangzott az igazi repülésen is, hogy we've had the glitch for this mission, tehát hogy megvolt a magyarban talán úgy, hogy megvolt a kötelező gigszer. Tehát most már megvolt az, minden küldetésen el kell valaminek romlania, ezen már túl vagyunk, most már csak a jó jöhet. Hát aztán nem így történt. Tényleg az Ádám ezt jól mondta, hogy gyakorlatilag, minthogyha táblával mutatnák a repülés irányításnak is, meg a nézőnek is, meg mindenkinek, hogy egy felsőbb hatalom van itt, a sors, minthogyha azt akarná mondani, hogy srácok, ezt hújjátok le. Ez az egész számmisztika dolog, és kicsit úgy kísértik ezt a 13-as dolgot, hogy úgy fittyet hánynak rá, és van az egészben egy ilyen földön túli, egy ilyen, hogy játszunk valami olyasmivel, amivel nem kéne játszani, és az így vissza-vissza üt. Igen. És egyébként a NASA egyébként érdekes módon ezt a babonát, ezt úgy tűnik, hogy nem tolták túl, de azért valóban a Mercury űrhajóból ugye 6 emberes repülés volt, Gemini-ből 12, de Gemini 13 az sose volt, mert véget ért a program. Jött az Apollo, az Apollo 13-mal lesz történt ami, úgyhogy aztán amikor jött az űrrepülőgép program, és akkor már látták, hogy lenne egy STS-13 nevű küldetés, akkor gyorsan átszámozták. Gyorsan, mert STS-9 után gyorsan bevezettek egy teljesen más számozási rendszert, hogy még véletlenül se legyen egy 13-as számú Space Shuttle repülés. Szóval úgy látszik, hogy ez kicsit, ugye Amerikában ez nagy para, hát tudjátok jól, hogy a felhőkarcolókban nincs 13. emelet, meg a repülőgépeken nagyon gyakran nincs 13-as számú szék, ez egyszerűen át van ugorva, szóval Amerikában talán még nagyobb babonaság övezi ezt a számot, mint nálunk. Egyébként Miklós, mit tudsz arról, hogy a szerencsétlenül jár 13-as után, hogy a következő űrrepülésre volt olyan óvintézkedés, amit pontosan a 13-as tapasztalatából rendeltek el? Hát elsősorban az, hogy átvizsgáltak mindenféle olyan dolgot, ami konkrétan ez a problémához vezetett, hiszen itt is arról volt szó, hogy ezt az űrhajót 1966-ban gyártották, és a gyártás során az oxigéntartályok kibepakolásakor történtek sérülések, amiket nem derítettek föl időben. Hát ezt nagyon alaposan átnézték. Konkrét óvintézkedést szerintem emiatt nem vezettek be, tehát az Apollo 14 az lényegében lerepültetők ugyanazt a küldetést, amit az Apollo 13-nak kellett volna, de természetesen úgy mindent alaposan átnéztek, és hát ilyen apróbb technikai módosításokat éppen ott az oxigéntartályok környékén azokat bevezettek, de hát természetesen egy ilyen űrhajó rendszer ez úgy néz ki, hogy ez sok millió alkatrészből áll. Tehát ez nem lehet valamibe úgy belenyúlni, hogy ezt ilyen komplex rendszerbe ne nyúj bele minden másba. Biztonsági protokollokról beszélek mondjuk elsősorban. Igen, 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 értem, de olyasmiről érdekes módon nem tudok. Tehát azt hiszem, hogy nem. Most lehet, hogy mindjárt eszembe jut valami, de nem vezettek be semmi külön biztonsági protokollt a repülés során.
Tehát olyasmit nem vezettek be. De egy biztos, annak ellenére, hogy az Apollo 13 legénysége nagyon jól szuperált, de a NASA azóta nem csinált olyat, hogy egy embert lecseréljen egy legénységben a start előtt néhány nappal. Olyankor inkább halasztják a startot, még akkor is, ha az tök sok pénzbe kerül, vagy lecserélik az egész legénységet a tartalék legénységre, de olyat, hogy egy összeszokott legénységet megbontsanak, ez nem történt meg az Apollo 13 után. Mondom, annak ellenére, hogy ők tök jól megoldották a problémákat, de érdekes, hogy erre azóta se volt példa, pedig hát azóta már rengeteg repülés volt. Miklós, mondtad valamikor ott az adás közepén, hogy nem érezted azt, hogy ez a múltban játszódik, és én... Ha nem tudnám, akkor most sem annyira érződne rajta. Hogyha ma készülne ez a film, akkor talán rátennének mindenféle ilyen filtereket, meg ilyen 60-as évekbeli, vagy ilyen 70-es évekbeli autókat jobban mutogatnának, meg minden. De itt valahogy szerintem találtak is egy olyan egyensúlyt, hogy tényleg azt mutassuk be, ami van, és szórakoztató is legyen, meg hiteles is. Legyen. Igen, ez jó, hogy nem voltak filterek valóban, tényleg. Mert hogy tényleg nem azt akartam mutatni a Ron Howard, hogy ez egy rég letűnt korszak, érted? Hanem tényleg azt, hogy ez egy időtlen történet. És amúgy egyébként meg amikor a 90-es években ezt néztük, hát érted, most nekünk itt Magyarországon pont ugyanolyan katócsugárcsöves tévékészülékeik voltak, mint nekik 1970-ben. Tehát tényleg, jó, hát nem korvettek rohangáltak itt akkor, hanem Warburgok, de azért érted, hogy azért nem volt akkor még olyan nagy különbség, de az tényleg igaz, hogyha most megnézném, valószínűleg most se azt érezném az ilyen vizuális effektusokból valóban. Nem jön át az a régi esítés, ugye, ami például az Armstrong filmben, amit kibeszéltünk egyszer, ott van, itt nincs. Ja, és ez így jó. Aha. Az is jó volt abban a szempontból, hogy hát ott karakterek nem voltak a filmben, úgy emlékszem, de maga az a, ahogy letette a holdkompot, az a jelenet, azt lehet, hogy meg kéne megint nézni. Igen. És abban is van dokkolás, úgyhogy ott örülhetsz, mert szereted ezeket. Igen, igen. Na, viszont Miklós, vannak itt kameók, amikről, hát nem mondom azt, hogy csak te tudsz, de kettőnk figyelmét Ádámmal most hívtad föl rá, hogy itt... olyan beugrók vannak, akiket mi észre sem vettünk. Hát igen, mert nagyon jól el vannak dugva. Tehát a legfontosabb az talán maga Jim Lovell, tehát az igazi űrhajó parancsnok, aki ugye a haditengerészettel a Navy-nél szolgált, és ezért ő Lovell kapitány. Ez, hogy most már admirális, azt hiszem most már még annál is magasabb szinten van, és ő az, aki a tényleges haditengerészeti, nyugalmazott haditengerészeti tiszt, és hát ő játsza az Iwo Jima anyahajónak a kapitányát, az az anyahajó, ami az Apollo 13-at a fedélzetére vette, miután a csendes óceánba lecsobbantak április 17-én, és akkor a végén látszik egy ilyen néhány másodpercre, ahogy a Jim Lovellt játszó Tom Hanksnek gratulál a hajó kapitánya, tehát Jim Lovell gratulál Jim Lovellnek, tehát szövege nincs, de ő az. És ugyanúgy a felesége is, tehát Marilyn Lovell, akit ugye Kathleen Quinlan játssza a filmben, akit egyébként ezért jelöltek is legjobb női mellékszereplőnek az Oscaron, de az igazi, igazi Marilyn Lovell, az pedig a startkor látszik, tehát amikor nézi a Kathleen Quinlan, meg a Fred Hayes felesége, tehát Marilyn és Fred Lovell, gyorsan akartam mondani a Hayes feleségének. Egyszer nézik a startot, és ott áll mellettük Marilyn Lovell, az idős Marilyn Lovell szintén nézi a startot, ő is benne van. De szerepel még a filmben Ron Howardnak több rokona is. Tehát például a Capcom, vagy nem a Capcom, hanem az E-com, tehát van az a kopaszodós rác, aki fekete keretes szemüvegben ott nézi mindig az adatokat, ő azt hiszem a unokatestvére Ron Howardnak, és viszont Ron Howard anyukája játssza Blanche Lovellt, vagyis Jim Lovell anyukáját, akit ugye a Neil Armstrong és Buzz Aldrin eszkortol ott a repülés során, és ő Ron Howard anyukája. Úgyhogy talán Ron Howard is előbb bukkan valahol a filmben, mert ő nagyon szeret a saját filmjeiben kameózni, annál is inkább, mert ő eredetileg színész is volt, De most azt meg nem mondom, hogy ő hol bukkan elő benne, de a nagy mozi szakértők biztos ennek is utána járnak. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ő is előbukkan a filmben valahol. Egy furcsa kérdés nektek most.
Én amikor olvastam a könyvet, akkor rögtön azt hiszem, hogy talán úgy indított a regény, hogy a Jim Lovellnek ez a repülőgépes incidense, hogy eltűnt minden jelzőfény és sötétben maradt. Ha jól emlékszem, ez a filmben is egy ilyen tévé interjú formájában azért bevillan, de mintha a regényben többször előjönne ez. Én ott gyerekkoromban, abban az időszakban, amikor hát minden akar lenni az ember, tűzoltó, űrhajós, meg rendőr, meg minden, meg Michael Knight, akkor én már ott arra azt mondtam, hogy na, én vadászpilóta nem akarok lenni, mert ide valami olyan lélek jelenlét kell, ami nem biztos, hogy megvan bennem, és ez az egész űrhajózásra talán igaz, hogy olyan helyzetekbe csöppenhet az ember, ahol nem lehet azt mondani, hogy úristen, én most itt kiugrok az ablakon, tehát itt vége mindennek, hanem így nem tudom, az angolban van ez a get your shit together, tehát ezt így jól kell tudni. Ti szívesen lennétek űrhajósok egyébként? Én nagyon-nagyon szeretnék űrhajós lenni. Tényleg, ha alkalmas lennék egészségügyileg, meg minden szempontból, meg agyilag, akkor én már most jelentkeznék a NASA-hoz. Egyébként még zárójelben el akartam mondani, hogy Ron Howard öccse is szerepel egyébként a filmben, az irányításban a kopaszodó, szemüveges, vastagkeletes csóka. Akkor azt rosszul mondtam, hogy akkor ő nem az unokatesója, hanem az öccse, így van. Így van. És ez ugyanaz a Clint Howard, aki a Star Trekben a Trániát kínálgatja az eredeti sorozatban? Nem biztos, de ő is egy színész. Ha nem, akkor majd Ádám ezt jól kivágja. És sajnos közösíts. Hát, vágsz egy másodpercet, akkor mindjárt megmondja az IMDb. Ilyen gyorsan nem tudok dolgozni, ahogy te fölteszed a kérdéseket. Hát, a Discovery-ben szerepel. Star Trek eredeti sorozat és Discovery. Enterprise, az ugyanaz a csávó. És a Balok a 66-ban. A Balok a Tránia kínálgató. A Discovery-ben ő volt az, aki befüvesztette, vagy így bedrogoztatta a Tillit. Az Enterprise-ban meg már nem emlékszem, talán egy ferengi volt. Hát ezt majd a hallgatók megírják. De hát Star Trekkel érdekes összefüggés, és ezt talán a múltkor is mondtam, hogy amikor a Swigert fölveszi a telefont, mert hogy ő kerül bele a csapatba, akkor a Steppenwolftól megy a Magic Carpet Ride, ami később, a egy évvel később debütáló kapcsolatfelvétel című Star Trek mozifilmben akkor szól, amikor a Phoenix elindul, és Zefran Cochrane teret vált. Neked egyébként, Miklós, mi a kedvenc jeleneted a filmben? Nem tudom, ezen gondolkoztam. Gőzöm sincs. Az Ed Harris jelenetek nagyon-nagyon intenzívek. Aha, bizony. Egyébként van ez a kudarc kizárva, ugye magyarul ez nem hangzik olyan angolul, hogy the failure is not an option, és amikor mondja az elején, hogy gatyába rázza a népet, hogy azt akarom, hogy ez a vonal időben érjen el a földtől a holdig, és, vagy holdtól a földig, rázolja a táblára. Kudarc kizárva. És nagyon kis erőszakos a Gene Kranz ebben a filmben legalábbis, úgy nagyon szorosan fogja a csapatot, és úgy nem opció, hogy meg nem ezt akarom hallani, meg ne így csinálj. Teljesen igaza van. Még egy vállalatvezetőnél is, nem hogy a NASA-nál, amikor emberéletekért felel. Hát az a mondat, amikor azt mondja, ha erre gondolsz, hogy az én, vagy például erre gondolsz, hogy az én, még eddig nem halt meg egy amerikai sem az űrben, nem az én parancsnokságom alatt fog ez elkezdődni, az egy nagyon erőteljes mondat igazából. Egy ilyen nagyon klisésnek, vagy nagyon egyszerűnek hangzó, de egy nagyon erőteljes mondat. Igen. Gene Kranz, akinek egyébként megjelent magyarul is az önéletrajza, egyébként mi más lett volna a címe, mint egyébként az, hogy Failure is not an option, tehát hogy kudarc kizárva, ami a filmben hangzik el. Hát, azt hogy hittem, igen. Hadcsomag Marlboro az irányító központban, vagy valami. Hát kb. Ezek, igen, vágni lehetett a füstöt annak idején Houstonban. Na, szóval, hogy ő ilyen. Tehát Gene Kranz, ő egy kemény katona csávó, ő maga is egy pilóta volt korábban, Koreában harcolt, ő egy nagyon kemény csávó. Tehát ő egy igazi kemény vonalas volt, és valóban híres volt arról, hogy hogyan tudta gatyába rázni a csapatát, az egyébként nagyon lelkesítő szónoklataival,
És hát igen, és nagyon jól megformálja őt Ed Harris, aki még konkrétan hasonlít is az emberre. Én találkoztam az igazival, tehát nem Ed Harris-szel, hanem Gene Kranz-szel még 2000-ben. Képzeljétek, természetesen ugyanúgy fehér mellény volt rajta, amit a felesége. Pont ezt akartam kérdezni, de... Szokásokkal kár vitatkozni, ugye, hogy a filmben is elhangzik. Igen. Ez az irítség egyébként engem. És kezet fogtatok, vagy csak vulkáni helló volt? Hát akkor még nem volt karantén, ugye 20 évvel ezelőtt kezet fogtunk, meg aláírattam vele egy ilyen prospektust az Apollo holdra szállásról, hiszen nem csak az Apollo 13 alatt, hanem az konkrétan a holdra szállás során ő volt a repülés irányító. Úgyhogy az, hogy egy olyan képet aláírattam, ami Neil Armstrong sétál a Holdon, vagy Buzz Aldrin, de hát azt mondtam, hogy hát ez lép annyira az ő sikere, mint a repülés irányítóé, tehát hogy a repülés irányítás az körülbelül olyan, mint egy plusz űrhajós, vagy még több. Tehát hogy az Apollo 11 és 13, tehát ez a repülés irányítás sikerei egyértelműen. És annyira boldog vagyok, hogy az Apollo 13 egy olyan film, ami ezt megmutatja, hogy ez mennyire csapatmunka ez az egész. Van egy olyan furcsa érzésem az Apollo 13 nézése közben, hogy ez a film, ez végtelenül 90-es évek, és ma már végtelenül nem így készülne. Ennek ellenére azt is érzem, hogy ezt csak így lehetett megcsinálni, ennek így kellett elkészülnie, és ez így időtálló, ahogy van. Hát megköszönöm Ádámnak és Miklósnak a közreműködés, rengeteg érdekesség hangzott itt el az Apollo 13 küldetéssel és magával a filmmel kapcsolatban. Fiúk, ez egy élmény volt. Következő adásban kutatásoknak az alapköveit, illetve építő elemeit fogjuk megnézni. Ha jól gondolom, akkor itt a űrkutatásra fogunk majd összpontosítani. Ez április 30-án fog bekövetkezni, tehát akkor hallhatjátok majd a 25. Parallaxis podcastet. Parallaxisból már több készült, mint amennyi Apollo program volt. Tartsatok velünk a jövő hét utáni héten is, mert hogy két hetente jövünk. Uraim! Élvezet volt önökkel repülni. Sziasztok! Sziasztok! Most az Ádám azt az utat választotta, hogy nagyobb trollnak kell lennie, mint nekünk, és akkor ővé lesz az utolsó szó. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.